A Siógárdi kisfecskék óvoda és mini bölcsőde egyik dadusa koronavírusos lett, azonban nem csak a tesztje lett pozitív, hanem tüneteket is produkál. Nemrégiben több kollégájával egy továbbképzésen vettek részt, itt fertőződhetett meg. Munkatársai egyelőre nem mutattak tüneteket, de a járvány terjedésének lassítása érdekében a polgármester úgy döntött, bezárják az intézményt. Egy hétre lezárunk, ez főleg azért, hogy a vírus mutatta jelek kijöjjenek akár az érintett személyi kollégáival szembe, vagy akár a gyerekeken, és ebbe az egy hétbe el fog dőlni, hogy utána mi legyen a következő lépés. A dolgozók körében kontaktkutatást indítanak és felveszik a kapcsolatot az érintettekkel. Ez nem csak az intézmény munkatársait, de az idejáró mintegy 40 gyermeket is érinti. A későbbiekben a kutatás hozta eredmények alapján fogják meghozni a döntést, hogy mikor telhet meg újra élettel a siógárdi óvoda és bölcsöde. A legfontosabb továbbra is szerintem az, hogy megelőzzük ezt a vírust, ezért is kell ilyen döntést hozni, hogy ugye az óvodát lezárni, hogy nehogy véletlenül tovább terjedjen. A másik pedig az, hogy utána fontos döntést kell, hogy mikortól és milyen formában nyitjuk újra. A polgármester elmondta, hogy az önkormányzat mindent megtesz, hogy ez minél előbb bekövetkezhessen, már az intézmény fertőtlenítése is szervezés alatt van.